És már itt is van mellettem Orendi Éva, edukációs csoportvezető. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Szervusz. És hát gyakorlatilag, hogy itt a háttérben már látszódik is, gyermekrajzi szépíró pályázattal fogunk foglalkozni. Mesélj el egy kicsit, mi ez egész pontosan, mit lehet róla tudni? Bár valamilyen szinte benne van a nevében. Hát ez az FKF egyik edukációs csoportjának, vagy edukációs projektjeinek az egyik legkiemeltebb projektje, amit most már 6. éve hirdetünk meg, ezt a két pályázatot. Pontosabban, hogy egészen pontos legyek, a gyermekrajz pályázatunkat hirdetjük meg 6 éve, és menet közben itt az elmúlt években csatlakozott hozzá szépírói pályázat. Ez meg az én szívem csücske, mert hogy én írásmániás vagyok, úgyhogy gondoltam, hogy valahogy azok felé, a gyerekek felé is nyitnánk ezekkel a pályázatokkal, vagy ezzel a lehetőséggel, akik nem csak a kézügyességüket tudják megmutatni, hanem más művészeti ágban is ki tudják fejezni a gondolataikat, mondani valójukat az adott témában. Azt kell tudni erről a két pályázatról, hogy miután az FKF-ről beszélünk, és az FKF-ről valahol azért köztudott dolog, hogy két fő tevékenysége van, ez a köztisztaság és a hulladékgazdálkodás, tehát mi ettől a profiltól nem igazán térhetünk el, tehát a pályázataink fő témája mindig a cégünk tevékenységeihez, a hulladékgazdálkodáshoz, köztisztasághoz, szelektív, környezetvédelem, ilyesmikhez kapcsolódik. Így gondolom, akkor a téma ez adott. Abszolút. Ez évről évre tulajdonképpen ismétlődik, tehát ezeket a kereteket nekünk tartanunk kell, de hogy ne legyen annyira unalmas, ezért mindig választunk valamilyen tematikus címet, mindig valami más tematikus címet a pályázatnak. Így idén a Környezetünk jövője, jövőnk környezete címet adtuk a pályázatnak. Ezzel igazából arra próbáljuk meg ösztönözni a gyerekeket egészen óvodáskortól középiskoláskorig, hogy engedjék el a fantáziájukat és képzeljék el, hogy milyen lesz a jövő környezete, környezetvédelme, szelektív hulladékgyűjtése, az újrahasznosítás, tehát minden, ami ebbe a témába belefér. Gyakorlatilag akkor említetted, hogy óvodáskortól egészen középiskoláig, tehát hogy ez zárt téma. De azért itt valahol ketté kell választanunk, mert a rajzpályázatot hirdetjük az ovistól a 8. korosztály, tehát az általános iskolás korosztályig, és a szépírói pályázatot természetesen az írástudó kiskorúaknak hirdetjük meg. Tehát nyilván ott az ovisok nem érintettek abban a dologban. Ezt a két rostát leszámítva, hogy mondjuk, kik vehetnek részt a pályázaton? Van-e valamilyen kikötés? Eleinte, tehát amikor ez beindult ez a pályázat még 6 évvel ezelőtt, akkor miután mi fővárosi cég vagyunk, így arra gondoltunk, hogy a fővárosi gyermek lakosságnak hirdetjük a pályázatokat, vagy a pályázatot. Viszont érdekes módon elkezdtek özönleni már az első évben vidékről, sőt határon túlról is a pályaművek. És hát az egyértelmű volt, hogy nem fogunk határt szabni ennek a dolognak, tehát hogy teljesen természetes, hogy fogadjuk, bárhonnan érkeznek gyerekektől. Hát nyilván alapvetően magyar gyerekektől szokott érkezni pályamű, tehát ilyen méretekben még azért nem működünk, hogy olyan értelemben határonkon túl is elnyúlna, vagy kinyúlna ez a pályázat, hogy külföldiek is. A határon túli magyarokig bezárólag szoktuk hirdetni is, megfogadni is tőlük a pályázatokat. Tehát nincs ilyen jellegű kikötés, meg akadály. Hál' Istennek. A beadott művekből, legyen szó gyermekrajzról, vagy szépírásról, készül esetleg valamilyen kiadvány? Igen. Ide az asztalra ki is készítettük ezeket a bizonyos albumokat, amelyeket azóta jelentettünk meg, amióta a szépírói pályázatunk becsatlakozott ebbe a programba, és ezekre is nagyon büszkék vagyunk. Érdemes belelapozni egyébként. A könyvekbe az szépírói pályázatra beérkezett összes művet bele szoktuk szerkeszteni, és a gyermekrajz pályázat nyertes alkotásaival illusztráljuk őket. Nagyon szép, és nagyon, nagyon esztétikus, és nagyon igényes kiadványokról, vagy könyvekről van szó. Többek között ez az egyik ajándéka a gyerekeknek, akik pályáznak a két pályázatunkon, vagy indulnak a pályázatokon. Meddig tart ez a pályázat? Az idei október 31-éig esedékes, viszont most fontolgatjuk, hogy meghosszabbítjuk november 10-éig, úgyhogy ez már nem is baj, ha így megy ki adásba, hogy november 10-éig nyugodtan küldhetik a gyerekek a pálya munkáikat. Valamikor november folyamán ejtjük meg a zsűrizést, tehát a művek elbírálását, és ez már hagyományt jelent nálunk, hogy december közepe, második felében a Mikulásgyárban szoktuk rendezni a díjátadóját ezeknek a pálya munkáknak, és akkor ilyen színvonalas és nagyon nívós ünnepély
keretében átadjuk a gyerekeknek, családoknak az ajándékokat. Milyen diákra, mondtad, milyen diákra számíthatnak a gyerkőcök? Szintén vannak már ennek is hagyományos elemei. Az első évtől kezdve a gyerekrajzpályázat nyertes. Azt kell tudni, hogy három korosztályban hirdetjük a gyerekrajzpályázatokat, pályázatot. Óvodás, alsó tagozatos és felső tagozatos korosztálynak, és mind a három korosztályban 10-10 nyertes szoktunk kiválasztani, ezek közül egy-egy fődíjast. A fődíjasok alkotása kinagyított változatban felszokott kerülni egy-egy kukásautó mindkét oldalára, és ezek után ezek a járművek így járják a várost, így végzik a munkájukat. De egyébként most is lehet látni, tehát hogyha az ember szemfüles, meg úgy figyeli a kukásautókat, például korán kell, igen, korán kezdi a napját, akkor belefuthat egy ilyen kukásautóba, ami a tavaly előtti, esetleg az előtti műveket cipelik a hátukon vagy az oldalukon. Hova lehet küldeni a pályázatokat? A pályázatokat a Fővárosi Közszeret fenntartó non-profit ZRT Alföldi utcai irodaházába lehet küldeni, tehát ami a rajzokat illeti. Ezeket elsősorban postán várjuk. Nem baj, ha e-mailen is érkeznek, de mi inkább az eredeti műveket részesítjük előnyben. A visszaküldés abszolút természetes. Tehát, hogyha erre tart igényt a család, akkor mi visszaküldjük a gyerekeknek az eredeti művet. A szépírói munkákat pedig e-mailben várjuk. A szépíró@fkf.hu e-mail címre. Na hát, akkor gyerkőcökről vagyatok. Ceruzát és tollat. Éva, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.